megemlékezzünk az államadapításról. Fontos az az anyaország, hogy együtt érezzünk, mert oda tartozunk. Magyarok vagyunk, itt születtünk, és ezt tartsunk. A himnusszal kezdődött a Szent István napi ünnepség részeként megtartott ökumenikus kenyérszentelő. Az új kenyeret Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspök, a római katolikus, Orosz Attila Esperes a református, Dolinszki Gábor püspök helyettes pedig az evangélikus egyház nevében áldotta meg. Ezt követően Lomnici Zoltán alkotmányjogász mondott ünnepi beszédet. Azt hangsúlyozta, hogy Szent István intelmeire ma is figyelnünk kell. Arra ösztönözte a kettős állampolgársággal rendelkező vajdaságiakat, hogy október 2-án éljenek szavazati jogukkal. Mint mondta, nem kényszeríthetik ránk, hogy a kvóták alapján befogadjuk a bevándorlókat. Államalapító királyunk egy nyugati, modernnek számító mintát követett, és azt a magyarság viszonyaihoz idomította, egy saját rendszert építve ezzel. Tökéletesen tisztában volt azzal is, hogy Európától inkább hódító törekvésekre, mint inkább jó indulatra számíthat. A helyzet sajnos kísértetiesen így fest ma is, bár ami a jó indulatot illeti, egyértelmű Európát az újkori népvándorlás teszi példaként nem csak hogy próbára, hanem az újkori népvándorlás példáján keresztül megtapasztalhatjuk azt is, amit Szent István korában megtapasztalhattak eleink. Szembe kell néznünk a mai kihívásokkal, nekünk vajdasági magyaroknak is hallatnunk kell a hangunkat, állást kell foglalnunk a magyar nemzet részeként, mondta Pásztor István. A VMS elnöke hangsúlyozta, Szent István Európában képzelte el a magyarok jövőjét. A kereszténységben és nem azon kívül vagy éppenséggel azt megtagadva, saját országban, ahol háborítatlan és méltó életet élhetünk. Vidékünket már Szent István korában a különböző nemzetek létező együttélése jellemezte, amit az elmúlt évszázadokban a mi vajdasági és azon belül vajdasági magyar kultúránkat az együttélés és befogadás kultúrájává tette. A beszédeket követően Pásztor István és az est díszvendége Lomnici Zoltán felvágta az új kenyeret és szétosztotta az ünneplők között. A Szent István napi központi rendezvény népünnepéllyel zárult, a Mixed Band koncertezett.